Tegyél magadért! Ez a Naturi Podcast. Ez itt a Naturi Podcast 31. adása. Két hetente jelentkező műsorunkkal az egészséges életvitelhez adunk gondolatébresztő információkat. Szeretettel üdvözli a hallgatókat Turi Glória és Kis Tünde. Az előző podcast adásban Berkics Beatrix volt a vendégünk, aki egy német Buchinger bőtklinikán dolgozik, és aki által bízunk benne új színezetet kapott a bőtölés, mint az egészségünk megőrzésének egyik eszköze. Ma ismét Beatrix-el beszélgetünk, de most már egy másik témáról, mégpedig az íris diagnosztikáról. Szerintem ez a módszer még kevésbé van benne a köztudatban, ezért érdemes tisztáznunk, hogy tulajdonképpen mit lehet megállapítani, diagnosztizálni a szemben. Vagy az írisből. Szemből, vagy az írisből? Az írisből. Egyébként a szemből is. Tehát az egész szem elárul sok mindent. Először is nem szeretem azt a szót, hogy diagnosztika, tudom, hogy ezt így, tehát hogy hivatalosan ezt így hívják, de senki nem, tehát hogy én legalábbis soha nem diagnosztizálok, mert senkinek nem mondom azt, hogy bármiféle betegsége van, mert mindegy, ez is egy külön téma. Szóval a lényeg az, hogy a szemből, a szem az pontosan ugyanolyan reflexzónákat ad, mint a talpunk, vagy a kezünk, és nem csak születésünktől fogva, hanem még amit örököltünk, még azt is meg lehet látni a szemben, amiket a szüleinktől örököltünk. Ez az egyik része, a másik része pedig, hogy tulajdonképpen arról szól ez az egész, hogy a színek alapján csomó mindent meg lehet mondani a szemből. Tudjuk, hogy tehát a pupilla körül van, ez úgy van, amikor az embrió megfogan, akkor az történik, hogy a szem, tehát az első sejtek, a szem és a bélrendszer, és tulajdonképpen vagyis az agy és az agyon keresztül a szem, és ami történik, hogy a bélrendszerből, mint egy ilyen fának az ágai, a szerveink elkezdenek kifejlődni. És amit én fontosnak találok, hogy rögtön már lehet látni a bélrendszerből, milyenek a szerveink, ugyanis a bélrendszer táplálja tulajdonképpen az egész testünket, tehát amin onnan táplálódik minden egyes szervünk. És ez a testi része, és ugyanúgy van egy lelki, és mondjuk azt, hogy mentális része is, és ez a szervekkel kapcsolatos, hogy minden egyes szerv hordoz magában, ahogy tudjuk ezt a kínai orvoslásból is, különböző érzelmeket. És amikor valakinek bármiféle problémája van, akkor nem feltétlenül azt nézem, vagy azt kérdezem, hogy amellett persze, hogy táplálkozik, de ott van az érzelmi része is. Szóval én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a holisztikus hozzáállást. Nem csak azt nézni, hogy mit eszünk, és hogy az örökletes dolgok. A harmadik része meg természetesen az, hogy a gondolataink, a körülményeink, tehát hogy mennyire vagyunk őszinték magunkhoz, mennyire vagyunk őszinték másokhoz, nyilván ez a kettő összekapcsolódik. Ezért látom én ezt az egészet holisztikusnak, mert nem lehet csak azt mondani, hogy csak a test, tehát tudjuk azt, hogy a léleknek nagyon-nagyon sok köze van az egészségügyi állapotunkhoz, meg hogy hogy érezzük magunkat. Hogyan olvashatók ki a szemből ezek az ismérvek, ezek a tulajdonságok, a mostani állapotunk? Említetted az előbb a talpreflexológiát, ott azért újjal megnyomja azt az adott pontot, ami a különböző szerveknek megfeleltethető, de a szemnél nyilván nem lehet megnyomni azt a területet, ami az egyes szerveknek a leképeződése. Miből látod azt, hogy az ember milyen állapotban van? Először is egy képet szoktam csinálni, tehát lefotózom a szemet. Ezt mások másként csinálják, lehet, hogy van egy műszerük, és akkor azon keresztül. Én szeretem ezt a fotón keresztül. Az irisznek is van egy térképe, ugyanúgy, mint a lábnak, vagy a kéznek, látni lehet a különböző szerveket, és ami megmutatja, hogy mi hol van, azok tulajdonképpen egyrészt a színek, tehát az elszíneződések a szemben, és a különböző, mondhatjuk úgy, hogy lukak, különösen a nyirokrendszer nagyon-nagyon sokat elárul a különböző szervekről.
alapvetően az egész testről, tehát hogy lehet látni azt, hogy hol vannak, hol stagnál például a szervezet, vagy a szervekben. Szóval igazán, tehát a színek azok az indikációk, amik megmutatják azt, hogy mi hol és mi történik tulajdonképpen. Hogyan zajlik egy felmérés? Tehát, hogyha most mondjuk az én szememet lefényképeznéd először, hogy, és akkor gondolom kinagyítanád, hogy... Így van. Lefényképezném, utána kinagyítom, és ami nagyon érdekes, és ezt az utóbbi 3 évben fedeztem fel, hogy minden egyes szemnek van egy üzenete, egy lelki üzenete. Tehát mielőtt ránézek a szemre, tehát belenézek úgy, hogy a szerveket megnézem, mindig van valami úgymond ilyen lelki üzenete, hogy az ember milyen helyzetben van az életében. Ezek után elkezdem nézni azt, hogy belülről kifelé, tehát a bélrendszer, a gyomor, bélrendszer, és ezek így tulajdonképpen pontosan megmutatják, hogy tehát adnak egy nagyon tökéletes képet arról, hogy tulajdonképpen hogy áll az egészségügyi helyzete ennek az embernek, és egy csomószor kapok olyan kéréseket, hogy az emberek egyáltalán nem hisznek benne, tehát nagyon kételkednek, és anélkül, hogy bármit elmondanának, hogy milyen tüneteik vannak, vagy mit tapasztalnak az életükben. Mondhatom azt, hogy ilyen 80-90%-ban stimmelni szokott az, amit így felállítok, az alapján, amit én látok a szemükben. Szóval válaszolva a kérdésedre tulajdonképpen, tehát ezt most anélkül elég nehéz elmondani, hogy nincs képe róla, de a lényeg az, hogy mindent lehet látni az egyes szerveknél, és a lényeg az, amit mondtam, hogy nem csak a fizikális oldala, hanem tényleg a lelki oldalat. Akkor csak mondok egy példát, hogy egy kicsit így mindenki megértse. Tehát ha például olyat látok, hogy egy nőnek, akár egy férfinek, tehát hogy a medence tájékán rengeteg panaszai vannak, akkor általában megkérdezem azt, hogy hogyan áll, milyen a kapcsolata az édesanyjával, vagy az édesapjával, vagy hogy éli meg a férfiasságát, a nőiességét, vagy akár gyerekvállalás szintjén, szóval, tehát hogy ez nem csak arról szól, hogy valaki odajön, és akkor azt mondom neki, hogy ez, és akkor menjen az útjára, hanem tényleg próbáljuk megérteni azt, hogy mit akar a teste mondani, tehát hogy mi ez, amit azt mondhatnám, hogy megajándékozza őt, amit egy csomószor nem hallunk meg. Mert ezek a tünetek, ezek nem betegségek, ezek arról szólnak, hogy figyeljünk oda saját magunkra, és hogy hallgassuk meg, hogy a testünk, tehát érzelmileg tulajdonképpen kommunikál velünk. Van egy szép magyar mondásunk, ugye a szem a lélek tükre, és bizony mi is sokszor azért meglátjuk, hogyha egy ismerőssel összetalálkozunk, hogy éppen valami nyomasztja, belenézünk a szemébe, látjuk, hogy mennyire fáradt. Gloria, mit gondolsz arról, hogyha az ember kap egy természetgyógyász, adott esetben mondjuk egy ilyen iris diagnosztika által egy elemzést az állapotáról, akkor hogyan érdemes ehhez viszonyulni, hogy mit kezdjünk vele? Hát szerintem már ott kezdődik, ez egy fantasztikus dolog, mert hogy a tapasztalatom alapján azért tanulnunk kellene. Most ezt idézőjelben téve teszem, inkább azt mondom, hogy lehetőségünk van arra, hogy a testünkkel felvegyük a kapcsolatot, hogy a testi jelzéseit megtanuljuk értelmezni, és ne rögtön katasztrófát lássunk abba, hogyha fáj valamink, vagy tehát a testünk bejelez, mert azért az a tapasztalatom, hogy az emberek többsége valahogy nincsen jobban a testével. Ezt, ha valaki energetikailag ránéz a másik emberre, akkor ez úgy jelenik meg, mintha tértől fölfelé kezdődne csak. Tehát ott tehát nincs összhangban maga energetikailag az a lény, aki ott van. És a test egy idő után, sőt, azért elég hamar, elkezd jelzéseket adni. Szoktam mondani, először csak suttog, aztán utána ez egyre jobban, és hát amikor már ugye elérünk a fizikai fájdalomig, akkor ott már ő elég hangos volt. De még ekkor sem kell nagyon kétségbe esni, hanem
hát akkor már reméljük, hogy mindenki meghallja. Azért jók ezek a módszerek is, amiről Beatrix is beszél, hogy ez nem fáj senkinek. Tehát, hogy elmegy hozzád, ugye kinyitja a szemét, csinál egy fotót, vagy elküldi, még ha kételkedve is, mert ugye te is mondod, hogy azért sokan még úgymond nem hisznek benne, vagy mégis azért már a kíváncsiság ott van, és szerintem ez már egy nagyon jó lépés, hogy valaki valamit tesz azért, hogy értelmezze és kapcsolatba kerüljön a testével, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma. Mind a kettőtöket kérdezlek, akik kapcsolatba kerültök olyan emberekkel, akik megosztják veletek a testi problémáikat, lelki problémáikat, hogy szembe mernek-e nézni az emberek, hogyha kapnak egy állapotról egy visszajelzést. Megmerik-e mondani maguknak, hogy hú, én eddig valamit rosszul csináltam, és holnaptól kezdve máshogy kell az egészségem érdekében tennem valamit? Szerintem ezek ilyen lépcsőfokok. Kisebb dolgokat bemerjük vallani magunknak, és aztán, tehát így az idővel, hogyha az ember tényleg azt mondja, hogy akkor én teszek az egészségemért, vagy magamért, mert itt, tehát az egészséget én nem csak a testi egészségre értem, akkor szerintem ilyen, az ember így reflektál, és őszinte, akkor ezek a dolgok így megnyílnak, de érzem azt, hogy mennyi, és magamról is beszélhetek, tehát, hogy van bennünk rengeteg ellenállás, tehát ezek felé a dolgok felé, hogy tényleg megmerjük egyáltalán engedni magunknak azt, hogy tényleg őszintén kimondjuk azokat a dolgokat, hogy igen, itt ez is ez van. Hát, én azt hiszem, kimerem jelenteni, hogy az emberek többsége még nem tartott, hogy őszinte legyen mással sem, meg önmagával sem. Tehát nekem legalábbis az a tapasztalatom. De ez abból indul ki, tehát először. Igen, tehát ahogy te is mondtad a lépések, hogy hát nem nagyon őszinték az emberek. Tehát, hogy én például nagyon sok rákossal találkoztam, és talán egy kezemen meg tudom számolni, aki tényleg mert őszinte lenni önmagával, a többiek csak. Elment egy műtétre, majd az orvos megmondja, majd kiveszik ezt a daganatot, és akkor most jól vagyok. Oké. Tényleg? Biztos? És hát nem. Tehát ugye én itt viccesen szoktam mondani, hogy én csak 3 kérdést teszek föl neked. és általában a harmadikra már nem tudnak egyértelműen válaszolni. Tehát itt az őszintesség itt van. De én azt mondom, hogy az a fontos, hogy lépegetünk. Tehát, hogy mindenkinek el kell indulnia valahol. És ha már elindult, ahogy te mondtad, akkor szerintem nagyon sokat tett magáért. Mert aztán majd egyszer csak eljut arra, hogy a maratont is le tudja futni, és igazán önmagát megismerte. Úgy ámblok az emberisége felé tart, hál' Istennek. Még azt gondolom, hogy egy jó adag bizonytalanság is van bennünk. Egyrészt az, hogy milyen módszerhez folyamodjunk, ami számunkra megfelelő lesz, akár egy gyógyulás vagy egy állapotjavulás érdekében, akár az, hogy tegyek-e valamit, hallgassak-e a másikra, jó-e az a módszer. Ezzel teljesen egyetértek, mert a mostani világ az mindig arról szól, hogy, mint ahogy beszéltünk a táplálkozásról is, hogy mit tegyek, senki nem tudja neked megmondani, hogy mit tegyél, azt csak te tudod, és pont ugyanerről szól, hogy szerintem nem merünk felelősséget vállalni saját magunkért. Szóval itt erről szól valószínűleg ez az egész. Azért mondtam, hogy nem szeretem a diagnosztikát, mert itt nem arról van szó, hogy én valakire egy pecsétet rárakok, vagy senkivel nincs semmi. Hogy te mondod meg, így nem? Van. Tehát így az, van. Hogy... Így van. Mert innentől fogva te vagy a felelős az ő életért. Így és van. Nem ő. Így nem van. Neki kell, ez egy nagyon jó pont, és mert pontosan erről szól az egész, hogy miért megyünk orvoshoz, vagy miért megyünk valakihez, hogy majd az a valaki bennünket meggyógyít, hogy esetleg nem történik meg, akkor esetleg mutogatni tudunk, uh-huh. hogy nem az én hibám, hanem ez így és így történt, és szerintem a gyógyulás alapvetően semmi másról nem szól, csak személyes felelősségvállalásról. Tehát, hogy tényleg bele tudjunk lépni abba, amiben vagyunk, szembe tudjunk nézni teljesen azokkal a dolgokkal, amit... Tehát itt nem arról van szó, hogy mindent jól kell csináljunk, hanem egyszerűen szembenézni azzal,
hogy kik vagyunk, és hol tartunk, és hogy senkinek nem tartozunk semmivel, hogy megmutassuk, hogy mi többek vagyunk, vagy jobbak Igen. vagyunk. És szerintem tehát ez a felelősségvállalás, amire azt mondanám, hogy tehát ez tulajdonképpen a gyógyír. Igen, ez szenzációs, mert hogy a test onnantól fogva, nekem ez a tapasztalatom, hogy nem kell semmit csinálni, mert meggyógyítja önmagát, ha már így a gyógyítás szót használtuk, és ugye itt a bőjtnél is, meg mindenhol, te is ezt tapasztalod, meg én is, hogy sokkal egyszerűbb minden, tehát nem kell túl bonyolítani, hanem egyszerűen csak merjük, csak úgy, mint ahogy te mondtad, Tündi, ez a mai világ az talán azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy van benne egy számunkra egy segítség, és ha belegondolok abba, hogy mert ha már felismered a bizonytalanságot, akkor megnézheted ennek a másik oldalát is, hogy oké, jó ez nekem, kérdezkedtem magam, mit tudok tenni, mit tegyek, milyen akár terápiát válaszok, aztán rájövünk arra, hogy egyrészt akár minden terápia jó lehet, de én azt szoktam mondani, hogy vannak sokkal egyszerűbb dolgok, vegyél egy pár mély levegőt, csináld azt, ami neked jó, és innentől fogva nagyon egyszerű a megoldás. De hát itt jön be ez az egyéni felelősségvállalás, amit egyszerűen nem tudunk eleget hangsúlyozni, én úgy gondolom, hogy mert hogy minden út e felé vezet. Tegyél magadért! Ez a Naturi Podcast. Iris elemzésével egy adott állapotot lehet visszatükrözni, azt gondolom, de mondjuk meg lehet-e mondani azt, hogy az embernek vannak öröklött betegségei, vagy hogy mire hajlamos, milyen betegségekre hajlamos a szervezete? Természetesen meg lehet ezeket a dolgokat mondani. Az én kérdésem az, hogy szükséges ezeket tudni, mert igazán számomra csak az számít, hogy abban a pillanatban mi az, amit az ember lát, és hogyha te már elmész egy ilyen helyre, és azt mondod, hogy én változtatni szeretnék, akkor ez elveszíti a fontosságát, az értékét, mert hozhatsz dolgokat a szüleitől, meg a nagyszüleitől, de igazán én nem hiszek ebben, hogy a anyukának ugyanaz a baja, mint a lányának. Ez szerintem nem létezik. Ez azért van, mert ugyanazt az utat járják, tehát minden szinten. És itt megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy mennyire engedjük meg magunknak azt, hogy tényleg a saját életünket éljük, és hogy úgy felvállaljuk magunkat, akik vagyunk. Szóval szerintem... És ne a szüleink életét akarjuk élni, vagy ne egy általunk szeretett embernek az életét szeretnénk élni, akár ő nem tudta valamit így megcsinálni, van, és ez van. Egy megint nagyon-nagyon fontos az, hogy ne akarjunk a másiknak megfelelni. Miért? Mert hogy szeretnénk a szeretetet, az elfogadást, a biztonságot, stb. És mihelyt ezt ugye magunkban megtaláljuk, akkor már nem kell, nem fogunk függeni senkitől és semmitől, és sokkal egyszerűbb a dolog, de fantasztikus, hogy most számomra is, aki én hallgattam, hogy mert például rengetegen jönnek hozzám azzal, főleg a rákosoknál, hogy nincs is még semmi baja, csak egyszerűen fél, mert a családba, mert az anyukám is már rákos volt, és akkor jön a fiatal 20 éves lány, hogy akkor biztos nekem is már rákam lesz, és úristen, ezt most tényleg komolyan gondolod, és tényleg komolyan gondolja. És ez ma szerintem nagyon-nagyon felerősödött ez a tendencia. Én legalábbis ezt látom. De szerintem itt megint visszakanyarodhatunk ahhoz a ponthoz, amit te mondtál, hogy az emberek nem élnek a saját testükben, tehát hogy a kommunikáció saját magukkal, vagy Igen. a kapcsolódás, ha így is mondhatjuk, mert igazán tényleg ez a lényeg, és ahogy te Tündi kérdezted ezt, hogy, vagy mondtad, hogy annyiféle lehetőség van a gyógyulásra, igazán szerintem ez mindenkinek teljesen személyes. Ahogy te mondtad ezt a hit szót, tehát amiről beszélgettünk, tehát hogy ez a bizalom, én tudom azt, hogy nekem ez az utam, és tök mindegy, hogy ki mit mond, tehát
és ez az én utam is. Amikor az emberek kérdezik az analízis után, hogy akkor most ugye csinálok nekik egy étrendet, hogy ők mit tegyenek, és hogy, meg én mindig azt mondom, hogy nem. Tehát tudok neked adni egy útvonalat, hogy melyik irányba menjél, de én nem fogom neked megmondani azt, hogy mit egyél, vagy hogy éljed az életedet, mert ez a te utad, ez a te életed, ezt neked kell megtalálnod saját magadnak. Nyilván ott van az érzelm és ugyancsak a mentális támogatás, de szerintem a legnagyobb ajándék, amit adhatunk az embereknek, az az, hogy tényleg bízunk bennük, hogy ők tudják azt, hogy mi az, ami a számukra a legjobb, és nem saját magamat megpecsételni azzal, hogy hát én megmondtam ennek és annak. Szóval én szeretem ezt megadni az embereknek, ezt a szabadságot, hogy ők érezzék azt, hogy mi az, ami számukra a legjobb, vagy ami az ő útjuk tulajdonképpen. Hát szerintem ez nagyon fontos, amit mondtál. Én most belegondoltam abban, hogy jó pár éve tele vagyunk táplálkozási tanácsadóval, dietetikussal, és mintaétrendekkel, és mindenki azt várja, hogy majd a másik ad neki egy mintaétrendet, meg stb., és hogy akkor azt így, mint a kocka. Tőlem is állandóan kérdezik a termékeinkkel kapcsolatban, hogy hát ugye rajta is van a dobozokon a tápérték, kalóriától kezdve mindenféle szénhidrát, és akkor mindig szoktam mondani, hogy jaj, felejtsük már el ezt az egészet, meg ugye volt egy idő, amikor a 160 grammos diétáról beszéltek, és bebizonyosodott, hogy éheznek az emberek, éheznek a testek, hogy nem szabad csinálni, és még mindig belebukkanok ilyen emberekbe, és hogy a cukorbetegek is számolnak, és ember, csinálj egy tisztítást, figyelj oda magadra, és egyszerűen nem kell számolgatnod, hanem lépegessél, és picit figyelj oda. Sokkal egyszerűbb a megoldás, tehát azt hiszem, tehát nagyon örülök. Ez egy nagyon jó dolog, amit mondasz, mert szerintem, azt hiszem, Tündik, mondtad is ezt a dolgot, hogy az emberek sokkal jobban a jövőben élnek, mint a pillanatban, és ott van a cél, és ezt látom a Böjt klinikán is, hogy hát jövőre majd hosszabban maradok, vagy jövőre, vagy hosszabban szerettem volna, és mindig mondom nekik, hogy nem az a lényeg, hogy te itt mit szeretnél a fejedben, hanem az a lényeg, hogy hallgasd a testedet, és tényleg az az érdekes, hogy ha az ember hallgat a testére, sokkal nagyobb dolgokat tud elérni, mint hogyha kitűzi magának azt a célt, és akkor minden áron át, tűzen vízen át akarja vinni. Tényleg egyszerűen elképesztő különbség van a kettő között. Az Iris elemzés milyen viszonyban van a nyugati orvoslással? Ezt most olyan kontextusban kérdezem, hogy te megmondod azt, hogy melyik szervek vagy szervrendszerek nem működnek ideálisan, és akkor mondjuk elmegy valaki célzottan, akkor már arra keres megoldást mondjuk egy orvosnál. Tehát, hogy lehet azt neki mondani, hogy milyen irányba induljon el? Lehet, természetesen ezt így. Tehát, hogyha valaki tényleg olyan állapotban van, és voltak olyan paciensek, akik jöttek, és azt mondtam, hogy jobb, ha ők inkább orvossal konzultálnak, és ez szinte mondhatom azt tényleg, hogy 100%-ig mindig beigazolódik, hogy az, amit én látok, azt általában tehát mindig meg is találják, tehát alátámasztják. A másik dolog, meg ami nagyon érdekes, hogy olyan sokszor jönnek emberek pont ezzel, hogy ők nyers táplálkozásra akarnak áttérni teljesen, vagy ezt is ezt akarják, vagy böjtölni akarnak, és lehet látni a szemből, és ezt szoktam is nekik mondani, hogy semmi értelme, hogy ezt most így kitűzted magadnak, mert egyszerűen csak gyötörni fogod magad. Ezt is látom, hogy a gyógyulásban sokkal fontosabb az, hogy az ember apró lépéseket tesz, viszont azokban tényleg stabilan áll, mint az, hogy egyszerre mindent akar, és akkor lehozza a csillagokat. Január 1-én mindenki eldönti, ja, hát ez meg nem is működik, ez egyáltalán igen. Nem működik, mert szerintem ez csak egy ilyen külső úgynevezett, mondjuk azt, hogy én motiválni akarom saját magamat, vagy valaki a barátnőkkel együtt csinálom, de szerintem a gyógyulás és ezek a úgy mondom, hogy lelki fejlődések, ezek mind belső inspirációk, amit senki nem tud neked odaadni. Ez belőled jön, és ezt neked kell érezned, hogy mi a
az, amire szükséged van. Folyamatosan változik a szervezetünk, az életünk, az érzéseink. Milyen időszakonként, időközönként érdemes iris elemzést készítetni? Tehát ha én készítek valakinek ma, akkor azt mondanám, és ő elkezd változtatni az életén, a táplálkozásán. Talán fél év múlva lehet változást tapasztalni, de inkább azt mondom, hogy egy év, másfél év. Tehát amikor tényleg lehet látni azt, hogy én most a testről beszélek, ez nem azt jelenti, hogy a testben nem történik változás, mert ezt az ember érzi, hogy változnak a dolgok, de ez annyira nem látható a szemben. Tehát, hogy semmi értelme, hogy az ember 3 hónap múlva elmenjen megint, és kérjen egy analízist, tehát, hogy tényleg semmi értelme. Lassan vége lesz ennek a podcast beszélgetésnek is, de én még arra kérlek, hogy oszd meg velünk egy-két esetet, vagy tanulságos történetet, vagy sikert, ami így az iris elemzéssel kapcsolatban előfordult nálad? 3-4 évvel ezelőtt volt egy nő, aki megkeresett Indonéziából, és mondták neki, hogy 6 apró tumor volt a pajzsmirigyében, és tudta azt, hogy ő nem akar semmiféle műtétet. 2 nap múlva felült a repülőgépre, eljött, és ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ő egy 55 éves nő volt, egy indiai nő, és az első napokban annyira zárkozott volt, hogy úgy beszélgettünk, hogy kérdeztem, és ő csak annyit mondott, hogy igen, nem. Béltisztítást csináltunk, tehát lehetett látni egyébként az iriszében. Béltisztítást csináltunk, és igazán ő böjtölt 4 hétig. És az utolsó héten egyszerűen elképesztő volt, hogy beszélgettünk, szóval ilyen nagyon, nagyon lassan, tényleg lassan elkezdett kinyílni, és az utolsó napokban ömlöttek a könnyei, elmondta a gyerekkorát, hogy mi történt, szóval így tényleg megosztotta az életét tulajdonképpen, és ez egy annyira fantasztikus dolog volt látni, hogy valaki hogy meg tud nyílni, tehát hogy egy teljesen más emberként ment ő vissza Indonéziába. 2 hónap múlva volt egy orvosi felülvizsgálata, és egyetlen egy tumort találtak, daganatot a pajzsmirigyében, és az orvos is mondta neki, hogy nem tudom, hogy mit csinál, de hogy akkor folytassa, és azóta is teljesen jól van. És amitől ő jól van, az az, hogy ő pontosan megtalálta saját magának az utat, tehát ezt a középutat. Ő nem akart folyamatosan böjtölni, meg egyébként nyers táplálkozáson is van, még a mai napig, és tehát ő ezt így megtalálta magának, hogy ő érzi jól magát, és annyira lehetett érezni, hogy igazán a test az csak tulajdonképpen tényleg megmutatja azt, hogy mi zajlik bennünk. Szóval, és nem, ezért nem kell félni attól, ha az embernek tünetei vannak, vagy nem érzi jól magát, mert tényleg nem arról szól ez az egész. Ezek csak, ja, csak jelzések, amikre azt kell mondani, hogy üdvözölnünk kell a testet, mert ez azt jelenti, hogy ő kommunikálni szeretne velünk. Így van. Úgyhogy így van. Ez szerintem fantasztikus. Szoktam mondani mindig a pácienseknek, hogy figyelj, hát az autódon is azért van az index, hogy jelezzen, és akkor nem haragszol rá, hogy hát te most miért működsz. Hál' Istennek, jelezzen csak a testünk, de hát ez egyszerűen fantasztikus, én úgy gondolom, hogy és biztos, hogy még számos ilyen tapasztalat van. Van rengeteg, és tényleg olyan dolgokat meg lehet mondani az embereknek, tehát meg tudom mondani az életvitelüket, meg tudom mondani azt, hogy alszanak, tehát hogy milyen az alvásuk, vagy hogy mennyire stresszes az életük, szóval ezt a szemben ott van minden. Szóval tényleg nagyon, nagyon érdekes, és én számomra ez nem is munka. Egyébként tudod, hogy mindig mondom neked, hogy én hajnali 4-kor képes vagyok felkelni, és csak élvezem, hogyha valakinek így a szemébe belenézhetek. Meg hát nyilván hozzátartozik ahhoz, hogy bennem, mint ahogy benned is, Glória, ott van bennünk ez a nem is tudom, hogy mondjam, ez az erő, ami számomra egy akkora boldogság, amikor látom azt, hogy valaki tényleg jól érzi magát, és hogy kapcsolódik saját magához, és a saját erejében van. Szóval ez amikor tényleg nem függünk másoktól, meg minden mástól, ami kívül van, hanem tényleg felelősséget tudunk vállalni saját magunkért, és tudjuk azt, hogy mi az, ami számunkra megfelelő, és jó. Legyen ez a vége.
Köszönjük szépen, hogy bepillantást kaphattunk az Iris analitikába Berkics Beatrix segítségével. Naturi podcasttel pedig 2 hét múlva jelentkezünk ismét, addig is visszahallgathatjátok korábbi adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Naturi YouTube csatornáján. Ha elmondanátok véleményeteket, esetleg kérdeznétek vagy témát ajánlanátok, írjatok nekünk a podcast@naturi.hu e-mail címre, szívesen veszük visszajelzéseiteket. Legközelebb is vár mindenkit szeretettel, Gloria és Tünde. Tegyél magadért! Ez a Naturi Podcast.